Milyen a szexuális életed? Noella? Örkény? Egy perces? Ha megkérdezném, hogy lenne kedved szeretkezni, akkor ugyanaz lenne a válaszod a kérdése, mint erre? Megvárom. Megvárom, hogy lassan, csalogasson, elinduljon benned, belekezdek, figyeld hangom, hagyom, hogy hasson, lassan, szépen berekeztek. Tudom, hogy te nem vagy ez a könnyű eset, nem most jöttem az álmomból, nem vagy te Sztálin szobor, hogy bárki csak úgy levegyen a lábadról, először hosszú, meghitt pillantásokat vetek végül a válladon, hogy azt hitt, hogy én vagyok a romantika nagyja. Hogy mi? Ma már a romantika nem adja. Pedig érted, szólnak magányos mondataim, várlak, mint te, hogy hol van a rím. Küzdök, érted, mint a ringben a névtelen Cassius Clay. Te vagy a tavasz királynője, ez meg egy végtelen márciusé. Túl gyors, szívem? Túl gyors. Relax, baby, relax, csak azt mondd meg, hogy mer relax. Hazaviszlek, ágyba löklek, áldott pléddel elfödlek, s análozó nőterem. Gyönyörű, szép szívemen. Tudod, én nem vagyok az a macsó fajta. Én csak magamat adom el. Lehet egy kívánságom? A szavadat adod el? Ha magamat adom, a szavadat adod el? Mert én aludnék bölcsődben, lennék rajtad mellvért, hisz mennyi minden van, mit egy mellért. Lennék hajnali csók, éjjeli horkolás, meg takaró alatt a fingás, én lennék minden reggel a közös fogmosás. Lennénk közhelyben a gics, rossz költők tollának románca, lennék a szőke herceg, ki leugrik a lóra, s kitörik a bokája. Lehetnél alvópólom, ingemen a félregombolás, lehetnék rajtad a letörölt, s az utolsó sminkvonás. Lennék benned az összes létige, meg zenében a húzás. Lennénk a már nem kínos csend, a bakelit végén az zúgás. Legyen történetünk zsebkönyv, novella vagy regény, a lényeg, hogy én a tiéd, s te az enyém. Tetszik a komfortzónád? Bejöhetek? Egy nagyon nagy tapsot kérnék szépen a kérdésben.